Játékok sokasága, babák, kellemes környezet, ezek mind-mind megtalálhatóak a Morzsú játszóházban. Ez a szoba a színtere az Egyesület heti rendszerességű programjainak, ahol mind a szülők, mind pedig a gyerekek hasznosan és élményekkel gazdagodva tölthetik el az időt. Müller Zsuzsanna, az Egyesület alapítója 2011-ben nyugdíjba vonulásakor álmodta meg ezt a helyet. Hát ezt a termet az önkormányzat odaadta, itt ez egy meglehetősen elhasznált terem volt, mert a bölcsöde innen vonult ki, és akkor egy pályázatnak a segítségével sikerült felújítani, és azóta gyarapítottuk a felszereléseket újabb és újabb pályázatokkal, és tulajdonképpen sokszor megfogalmaztam és leírtam, hogy ezek a gyerekek, akik ide járnak, én mindig úgy gondolok rájuk, mint hídemberkék, akik az anyaöl és a bölcsöde vagy az óvoda között tulajdonképpen egy kis közösségbe csöppennek, és hát a gyerek közösségek. Azok nagyon-nagyon fontosak. Tehát a szocializálódásnak ez az első lépése tulajdonképpen a Morzsú. Tehát ismétlem, önző céllal indult, és nagyon szépen kiteljesedett mások örömére. A gyerekeknek és a szülőknek is nagy segítség a Morzsú, hiszen a bölcsődei és az óvodai beszoktatásban is támogatást tud nyújtani, valamint a gyerekek fejlesztésében is segítkezik. Társas lények vagyunk, igen. A gyerekek igénylik a közösséget, a társakat, de igénylik a felnőttek is. Nagyon nagy örömmel látom, amikor jönnek a szülők és a gyerekek, és összeszokott kis csoportokba leülnek, beszélgetnek, fogják a gyerekeket, figyelemmel kísérik őket, tehát szükségük van a közösségre. A gyerekeknek is, és a felnőtteknek is. De ezt egy olyan hadszíntéren, ami nem egy kaszárnya. Tehát itt nem lehet elkésni, és nem kell akkor távozni, amikor vége van, akkor távozik, amikor szeretne. Tehát teljesen oldott hangulatban, oldott szabályrendszerben, de vannak azért szigorú szabályok, mindennek ellenére, tehát egészségesen szabad jönni, és hát higiénés parancsokat betartva lehet itt jelen lenni. Több mint 10 évvel a megalakulásuk után most egy kiadvánnyal gazdagodott az Egyesület. Egy évtized tapasztalatait, gondolatait, élményeit olvashatjuk a Földre csöppent Istenek című kötetben. A bátorságot onnan vettem ehhez, hogy mikor úgy végig gondoltam a dolgokat, hogy mit is lehet a nevelésről, az emberré válásról írni, hogy tulajdonképpen joggal teszem meg, mert ha nevelésről beszélünk, akkor én minden hadszíntéren megfordulhattam, és én ezt egy nagyon nagy ajándéknak tartom. Most a Morzsú kapcsán a pici gyerekekkel találkoztam életem során, amire sose gondoltam, hogy ebben is szerencsém lesz. Egész picikék, újszülöttek, csecsemők, pici gyerekek, bölcsödébe, óvodába készülők. Azután az óvodáskor, ami a legnagyobb időintervallumot fedi le, majd az iskoláskorral is sikerült megismerkednem a hittan oktatás kapcsán néhány évre, és ezt követte a felnőtt oktatás jó pár évig. Tehát gyakorlatilag minden hadszíntéren láthattam a nevelésnek a fortéjait, a módszereit, az eszközeit, a sikereit és a kudarcait, és mivel a Morzsú Egyesület 2011-ben indult, úgy gondoltam, hogy a 10. évfordulóra egy ilyen csokrot leteszek ezekről a kérdéskörökről. A könyvet eredetileg a 10. jubileum alkalmára szerették volna kiadni, ám ez bizonyos okok miatt csúszott, így csak most jelent meg a kiadvány. Azt gondolom mindenkinek. Mindenkinek, akinek gyereke van, de akinek nincs, aki csak vár rá, vagy akinek volt pici gyereke, vagy annak, aki embernek született. Tehát úgy gondolom, hogy ha embernek születtünk, akkor az a célunk, hogy emberként sikerüljön eltávoznunk is. Tehát olvastam valamikor, hogy embernek született és szatócsként távozott. Tehát jó lenne az emberi értékeket megtartani, és erre a napokban olvastam, mikor lázadozik az ember, hogy változott a világ, hogy minden más. Azt gondolom, hogy nem, a Revicki Gyulának van erre egy nagyon jó kis verse, az 1800-as években élt, hogy úgy tekints az emberekre, hogy a föld se jó, se ferde, se gyönyör, se bútanyája, csak magadnak képe mása.
Tehát hogy sikerül embernek maradni? A világ változhat körülöttünk, a környezetünk változhat, de ha önmagunkkal tisztában vagyunk, képesek vagyunk a belső értékeinket védeni, alakítani, őrizni, akkor van reményünk arra, hogy emberként tudunk távozni, de ennél sokkal fontosabb az, hogy embert tudjunk nevelni. Ha kinyitottunk egy olyan ajtót, amin gyermeket szeretnénk nevelni. Tehát gyermekből embert nevelni csak azt tud, aki emberi értékekkel rendelkezik. Hát ezek pedig sokfélék. A kötet elsősorban a Morzsó Egyesületet támogatóknak és az aktív tagoknak készült, de szól mindenkinek, aki érdeklődik a pedagógiai módszerek iránt.